Köszöntöm Önöket! Mai műsorunkban többek közt annak járunk utána, hogy milyen kihívásokkal szembesülnek az örökbefogadó szülők, hogyan tudnak felkészülni, ki segít esetükben ráhangolódni az új családtag érkezésére. De benézünk emellett a rendelőbe is, ahol a kullancsípések veszélyeiről, következményeiről beszélgetünk. Pszichopercek rovatunkban dr. Kádár Anna Mária az egyedülálló szülők előtt álló kihívásokról beszél, majd a gyógy és festő növények varázslatos világába nyerhetünk egy kis betekintést. Változatos témákkal készültünk ma is, tartsanak velünk! Az elmúlt évekhez képest idén korábban megjelentek a kullancsok, jelenlétük pedig nem kis veszéllyel jár. Ha valakit megcsíp a kullancs, nem elég eltávolítani azt. Szükséges szakorvoshoz is fordulni, hogy ne kockáztassuk egészségünket. Arról, hogy pontosan milyen veszélyeket rejteget a kullancsípés, hogyan távolíthatjuk el a kullancsot, kitől kérhetünk erre vonatkozó segítséget, és milyen gyógyszeres kezelésnek kell követnie adott esetben egy-egy csípést, melyek a tények és a tévhitek, hamarosan szakorvossal beszélgetünk. A rovatot a Gedeon Richter Románia támogatta. Vendégünk dr. Hagen Helga infektológus, akit online kapcsolunk. Jó estét kívánok, szeretettel köszöntelek a Mozaikban. Jó estét kívánok, üdvözlöm a nézőket és hallgatókat. Minek tulajdonítható, hogy az elmúlt évekhez képest idén már korábban megjelentek a kullancsípésekre vonatkozó panaszok? A húsvéti lehűlést megelőző időszakban tapasztalták ezt többen is. Ezt így nem jelenteném ki, hogy idén korábban jelentek meg a kullancsok az előző évekhez képest, viszont szezonalitással változott, valószínűleg az enyhe teleknek köszönhetően is. Ugye a tavaszi felmelegedéssel az élővilág, rovarok is korábban ébredeznek. Az ember is alig várja, hogy a szürke tél után kicsit kimozduljon napozáson, úgymond, és így idén húsvét előtt is ugye melegebb volt, így elég gyakrabban jelentkeztek emberek kullancsípéssel. Hol a legnagyobb az esélye, hogy találkozzunk a kullanccsal? Hát ugye a kullancsok rovarok, ízeltlábúak, vérszívó ízeltlábúak, leggyakrabban erdei séták során találkozhatunk velük, a fa leveleiről csüngve várják az áldozataikat, illetve erdők szélein, ligeteken, legelőkön, az aljnövényzetben bújnak meg, innen kapaszkodnak fel az arra járó emberekre, állatokra. Milyen veszélyt rejteget egy-egy kullancsípés? Milyen betegséget okozhat? A kullancs ugye a fejével fúródik bele a bőrbe, az állat, illetve az ember bőrébe. Vérszívás közben gyomortartalma bejuttathatja az áldozat vérkeringésébe. Na most, ha a kullancsok fertőzöttek, vagy az illető kullancs, hogyha fertőzött, és a gyomortartalom bejut a betegnek a vérkeringésébe, akkor okozhat ez bizonyos betegségeket. Ezek közül kettőt említenék. Az egyik egy bakteriális fertőzés, amit a Borrelia burgdorferi baktérium okoz. Ennek a következménye lehet a Lyme betegség. A másik pedig egy vírusos fertőzés, amely a kullancs enkefalitiszt okozza. Ez egy szezonális betegség, ami áprilistól szeptemberig jelentkezhet. Ilyenkor a leggyakoroltabb halmozódása. Ennek megfelelően, ha azt tapasztaljuk, hogy megcsípett egy kullancs, mi a teendőnk? Azonnal próbáljuk meg eltávolítani azt, vagy kérjünk inkább szakavatott segítséget, mikor kell egészen pontosan orvoshoz fordulni? Hát igen, ez a legfontosabb kérdés, a legjobb kérdés. Ugyanis amint észleljük a kullancsnak a jelenlétét, megtaláljuk ugye, annál hamarabb el kell távolítani. Tehát ez legyen otthon, bárhol, ahol egy csipeszet tudunk, egy szemöldök csipesz, egy vicskának a csipesze valamilyen eszközzel. Fontos, hogy a végei ne legyenek élesek, de jól érintkezzenek a felületei, hogyha lehet, ha lehetséges ilyen. Ragadjuk meg a kullancsot minél közelebb a bőrnél, a fej résznél,
és lassú, de határozott mozdulattal húzzuk ki. Ez azért fontos, esetleg az óramutató járásával ellentétesen meg lehet csavarni, hogy egy kicsit segítsünk rajta. Fontos, hogy ne nyomkodjuk, ne szurkáljuk, próbáljuk meg nem kártenni, úgymond a kullancsnak a testében, ugyanis akkor fulladáshoz vezethet, szenvedéshez vezethet, úgymond a kullancsnak a szenvedéséhez, aminek következtében ezzel a művelettel kerülhet a gyomortartalom az embernek a vérkeringésébe. És a gyomortartalomban vannak ugye a káros korokozók, vírusok, baktériumok. Illetve be lehet szerezni az internetről többféle kullancs eltávolító eszközt, kanalat, ismerőseim szerint hasznos eszköz, mi csipesszel szoktuk eltávolítani. Bárhol be lehet szerezni. És nagyon fontos, illetve ezt még ki kell hangsúlyozzam, hogy nagyon fontos a megfigyelés. A kullancs eltávolítása után jegyezzük meg, hogy hol, mikor történt a csípés, és olyan 4-6 héten keresztül figyeljük meg a területet, hogyan alakul, bepirosodik, növekedik-e a pirosság, elmúlik magától, és ennek alapján kell szakorvoshoz, illetve egészségügyhöz fordulni. Röviden beszéljünk a kezelésről is. Minden kullancsípés esetében szükség van kezelésre, illetve milyen kezelést kapunk ilyenkor, ez mennyi ideig tart? Hát kullancsípés után nem kell semmilyen fajta kezelés. Ki kell hangsúlyozni, hogy tehát hogyha megjelennek, legfőképpen antibiotikummal nem kezelünk. Ha esetlegesen szövődmények, fertőzés alakul ki, azzal szakorvoshoz kell fordulni. Tehát ugyanúgy, ahogy az előbb említettem, a bőrpír, a körkörös bőrpír megjelenésekor szakorvoshoz kell fordulni. A profilaktikus antibiotikus kezelés sem tanulmányok szerint nagyobb a kockázata, mint a haszna. A kis adagban rövid ideig adott antibiotikum nem képes a kórokozó elpusztítására, viszont a tünetek elkenésével a diagnózist megnehezítheti. Mit kell tudni a Lyme-korról? Ez mennyire veszélyes? Milyen következményei lehetnek? Hát a Lyme-kor az ugye a borreliának, a fertőzésnek egy későbbi stádiuma. Megismételni kérem a kérdést pontosan. Hogy a Lyme-kornak milyen súlyosabb következményei lehetnek? Súlyosabb következményei késői stádiumban, a fertőzés után hetekkel, hónapokkal jelentkezhetnek. Szívpanaszokat, idegrendszeri, ízületi panaszokat okozhat, amiket ki kell vizsgálni mindenféle kivizsgálási módszerekkel, persze nem csak a fertőzés, ezzel kell szakorvoshoz fordulni, és ők eldöntik, hogy hogyan tovább. Nagyon fontos, hogy egyetlen egy páciens se jusson idáig. Mit javasolna a szakorvos? Hogyan védekezzünk a kullancsípés ellen? Hát ami a legfontosabb, hogyha kültére járunk, erdőben, mezőben, bárhol, hosszú, jó, világos ruházattal induljunk el, mert ugye a világos ruházaton meg is látszik a kullancs, könnyebben is eltávolítható. Amint hazaérünk, tüzetesen vizsgáljuk át magunkat, hogy minden felületet jól részletesen nézzünk át, hogyha megtaláljuk, akkor próbáljuk meg eltávolítani a kullancsot. Vannak rengeteg fajta rovarriasztószereket is használhatunk, alkalmazhatunk, de talán ez a legfontosabb, hogy minden egyes nap vizsgáljuk meg magunkat egy ilyen esemény, lehetséges esemény után. Bízunk benne, hogy egyre többen odafigyelünk majd, akkor, amikor a szabadba megyünk, vagy kirándulni, túrázni megyünk az erdőbe, a hegyekbe, és vigyázunk magunkra. Én köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm. A rovatot a Gedeon Richter Románia támogatta. Szülőnek lenni nem könnyű, főleg ha valakinek egyedülállóként kell szembenéznie a gyermeknevelés mindennapi kihívásaival. Hogyan éli meg ezt a helyzetet a gyerek, és hogyan a szülő? Hogyan viszonyul az egyedülálló szülőkhöz a külvilág? Mai Pszichopercek rovatunkban dr. Kádár Anna Mária segít eligazodni ebben a témában.
egyedülálló szülők. Miért válik valaki egyedülálló szülővé? Rengeteg döntés és élethelyzet van, ami oda vezethet, hogy valaki egyedülálló szülővé válik. Van olyan is, amikor nem a saját döntése, hanem egyszer csak belecsöppen abba a helyzetbe, hogy mondjuk a partner már nincs ott az életében, vagy egy alkalmi kapcsolatból születik mondjuk egy gyerek. És van olyan is, amikor akár bántalmazó a párkapcsolat, akár nem működik a párkapcsolati kommunikáció, akár elhidegülnek egymástól, és akkor úgy döntenek, hogy külön-külön folytatják az életüket, viszont ugye a partner az nem vesz részt aztán tovább a nevelési folyamatban. Tehát, hogy úgy marad egyedülálló szülőként valaki, hogy van biológiai másik szüleje a gyereknek, és szándékosan nem mondom, hogy anya vagy apa, mert ismerek olyan egyedülálló szülőt, aki apaként neveli a gyereket. Tehát, hogy a partner már nem vállalja tovább a felelősséget, sem a kapcsolatért, sem a gyerekért. Mi mindennel kell szembenéznie egy egyedülálló szülőnek? Azt mindenki nagyon jól tudja, aki gyereket vagy gyerekeket nevel, hogy még párban sem könnyű, és hogy nagyon sokszor, még hogyha jól együttműködik a szülőpár, akkor is vannak krízis helyzetek, kritikus helyzetek, ez akár időmenedzsment szempontjából, akár pénzügyileg, akár a szülői szerepkörök szempontjából, hogy ki most, vagy nevelési elvek szempontjából, és hogy gondoljunk csak arra, hogy itt minden, akkor az egy szülőre terhelődik rá, és persze itt, hogyha egy ilyen piramisként látjuk ezt az egészet, akkor az alsó része, ugye, mint a Maslow piramisnál a fiziológiai szükségletek, ugye az alap dolgok, az persze, hogy a biztonságnál kezdődik, ez anyagi biztonságtól kezdve, és hogyha ugye a szülőnek például ez az egyik legégetőbb problémája, akkor gyakorlatilag nem is nagyon marad ideje semmire, mert nagyon sokan egyedülálló szülőt ismerek, aki folyamatosan és nap mint nap ezzel küzd, hogy egyáltalán az anyagi hátteret hogyan teremtse meg, hogy kifizesse mondjuk akár az albérletet, vagy a fogyasztást, vagy az ételt, és hogy gyakorlatilag az idő vesztődik el, amit együtt tudnának tölteni a gyerekkel. Hogyan éli ezt meg a gyerek? Általában a gyerek olyan kisiskoláskor elején szokta feltenni ezeket a kérdéseket, hogy vajon hova lett az én másik szülőm, miért van az, hogy más gyereknek mondjuk az apukája ott van az edzéseken, vagy ott van az iskolai szerepeken, és vannak ilyen közös tevékenységek, és ez nekem miért nincs. Ugye a prepubertás kor elején rengetegszer ebben a rebellis viselkedésmódban úgy megmutatkozik ez a hiány, és akkor elkezdi feltenni a jelenlevő szülőnek a kérdést, és ahhoz, hogy ő jól fel tudja dolgozni ezt az egészet, nagyon fontos az őszintesség, hogy ne egy párhuzamos történetet mondjunk, ami csak fele az igazságnak, vagy egyáltalán nincs benne az igazság, mert akkor fogja rosszul megélni a gyerek, amikor kiderül, hogy vannak elhallgatott részek, hogy a történetnek csak az egynegyedét ismeri mondjuk, mert minél kisebb kortól elmondjuk neki ezt az egészet, annál inkább lehetősége van, hogy egy ilyen koherens élettörténeti narratívába tudja ezt az egészet integrálni, vagyis egy olyan életmesét kialakítson, amiben ő ugye fel tudja dolgozni ezt a hiányt, ami nem azt jelenti, hogy majd a serdülőkorban nem tér ez még egyszer vissza, és akár dühös lehet az ott maradó szülőre, akár ilyen jogtalan sértésnek veszi, hogy ez most miért pont az ő életében történt, és ez nagyon sokszor akár magatartászavarban, viselkedés problémában is megnyilvánulhat. Én azt látom, hogy egy őszinte és hiteles kommunikáció segít ebben az elfogadásban. Nagyon sokszor megtörténik az is, hogy a gyerek elindul a hiányzó szülő nyomában, hogy akkor elkezdik keresgélni, hogy na hol van, és mondjuk akár egy ilyen romantikus hollywoodi tervet ilyen álmodozásból épít magának, hogy majd milyen szép lesz az egymásra találás, és nagyon sokszor itt van a csalódás, rengetegszer látom ezt is, hogy amikor megtalálja úgymond a szülőt, akkor nincs meg az, amit ő megálmodott, hogy mennyire örül, vagy kap egy olyan mesét, hogy most vajon ez a hiány, ez milyen okból kifolyólag történt, hanem ott belecsöppen a valóságba, és ilyenkor jönnek akár a depresszív tünetek, a szorongásos problémák, az önmagamnak a megkérdőjelezése, de hogy ezeket is mind-mind át lehet hidalni, hogyha tényleg egy nyílt és őszinte kommunikáció van az ott maradó meg jelenlévő szülővel, akinek természetesen azt is el kell viselni, hogy néha az összes frusztráció, a csalódás, a vádaskodás az adott ponton rá fog vetülni. Hogyan viszonyul a külvilág az egyedülálló szülőkhöz?
Nagyon érdekes a külvilágnak a viszonya, mert olyan, mint hogyha elfelejtené, hogy ez a szülő így egyedül van ebben az egész történetben, és nagyon sokszor számon kéri, hogy de hát hogy nem értetek el, és ezt te miért nem tudtad megcsinálni. Tehát egyszerűen olyan, minthogyha mindig emlékeztetni kellene a külvilágot, de figyelj, én ezeket mind-mind egyedül intézem. Persze az megint egészen más, amikor van mégiscsak egy támogató környezet, ahol lehet számítani a nagyszülőkre, vagy ott vannak a barátok, akik besegítenek, mert nagyon sokszor az egyedülálló szülőre úgy tekintenek, hogy hát de hát ezt neked kellene tudni, villanyt is szerelni, meg mit tudom én, kazánt is beállítani, miközben nem biztos, hogy ez meg tud történni. Rengeteg egyedülálló szülő beletanul ezekbe a szerepkörökbe, de hogy ez is egy ilyen nagyon nagy csapda, hogy azzal, hogy magamra vállalok mindent, ezzel végül is pontosan a segítség lehetőségétől esek el, hogy igenis emlékeztetni kell a környezetet arra, és kérni kell ezt a fajta segítséget, még hogy ha ők nem is annyira proaktívak, hogy mondjuk felajánlják. Milyen útra való gondolat lehet az egyedülálló szülők segítségére? Nagyon sok egyedülálló szülő ezzel a folyamatos lelkiismeret furdalással küzd, hogy elég jó szülő vagyok, és helyettesíteni tudom vajon a partnert úgy, hogy a gyerek egy ilyen kerek egész családban nőjön fel, és nekik mondanám így megnyugtatásképpen, hogy igen, elég jó szülőnek lenni elég, és nem kell tökéletesnek lenni, és nem kell a partnert, a hiányzó partnert helyettesíteni, hanem a legjobb tudásunk, a sebezhetőségünk, a sérülékenységünk, néha a fáradtságunk felvállalása által kapcsolódni a saját gyerekünkhöz. Persze itt nagyon fontos, hogy ne essünk át a ló másik oldalára, amikor már ott vagyunk egy mártír szerepbe, ott vagyunk ebbe a folyamatos felróvásban, de hogy én mindent megtettem, érted, és az egész életemet rád áldoztam, és lám-lám az apád vagy az anyád az nem volt itt, hanem ezt a hiányt úgymond tudjam valahogy integrálni a saját életembe, és hogyha ezt el tudom fogadni, akkor végül is nyitott leszek akár egy új párkapcsolatra, vagy akár egy hiteles, őszinte kapcsolatra a gyerekemmel együtt. A vél szerinti szülőknek természetes folyamat a gyermek érkezése. Gyakorlatilag 9 hónap áll rendelkezésükre, hogy ráhangolódjanak az újdonsült családtaggal való együttélésre. De mi történik az örökbefogadó szülőkkel? Ők hogyan tudnak felkészülni egy kezdetben teljesen idegen gyermek befogadására? Mi az, ki az, ami vagy aki segíti őket? Mindenről a Maros megyei Gyermekjogvédelmi Igazgatóság vezetőjével, Mikliál Hajnal igazgatóval beszélgetünk. Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm a Mozaikban. Jó estét kívánok, üdvözlöm a nézőket. Statisztikai adatok szerint Romániában jelenleg több mint 50 ezer árva gyermek él állami felügyelet alatt, és 2021-es adat, ez ami a legfrissebb, ami megkapható, mint sajtóhír, 2021-ben összesen 1600 gyermeket fogadtak örökbe, ami az elmúlt 20 év abszolút rekordjának számít. Ön szerint ez minek tudható be? Ez az örökbefogadások számának a növekedése többek között a szülők elszántságának elsősorban. Egyre több szülő vállalja azt, hogyha nem sikerül természetes úton gyereket szülni, akkor örökbefogadáshoz folyamodik. A másik tényező, úgy gondolom, hogy a törvényes keretek és a törvénymódosítások lehet, ugyanis elég sok olyan változtatás volt az utóbbi években a romániai törvénykezésben, amelyek elősegítik az örökbefogadást. Jelenleg mennyire bonyolult az örökbefogadás folyamata? Hát én, mint szakember, és belülről nézve azt mondom, hogy nem annyira bonyolult folyamat, de úgy, ahogy egy családban a szülők, ugye, amit említette, hogy 9 hónapjuk van, felkészüljenek ahhoz, hogy befogadják az új családtagot, az örökbefogadást is elő kell készíteni. Először is, amit tudni kell, hogy nem minden gyerek fogadható örökbe, tehát nem minden gyerek, akit úton látunk esetleg szülő nélkül, vagy tudjuk, hogy elhanyagolják, és én jobban szeretném, vagy jobban tudnám őt rendezni, és akkor örökbe szeretném fogadni, akkor ezek a gyerekek
örökbefogadhatóvá kell váljanak, be kell kerüljenek nyilvántartásba, gyerekvédelmi rendszerbe, és miután örökbefogadhatóvá válnak, azután kerülnek kapcsolatba az örökbefogadó szülőkkel. Ugyanígy a szülők is örökbefogadó szülőké kell váljanak. Nem minden szülő válik, vagy fogadhat örökbe. Ennek során, a folyamat során hogyan készítik fel az örökbefogadó szülőket a nyilvánvaló örömök mellett a nehézségekre, hogy talán ilyenek is lesznek? Igen, hát mindig a pozitív dolgokkal kezdjük, ugye a szülők már úgy jönnek és úgy érkeznek hozzánk, hogy szeretnének örökbe fogadni gyereket. Általában tudják, hogy kislány, kisfiút, körülbelül hány évest és milyen gyereket egészséges, vagy bevállalnak már bizonyos fogyatékosságokat. És úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos a szülők az első tájékozódás, vagy az első tájékoztatása a szülőknek, hogy mivel is jár ez az egész folyamat. Először is szükségünk van, vagy nekik szükségük van egy teljes felmérésre, felkészítésre, és majd utána kerülhetnek csak be abba a rendszerbe, amely majd összeköti az örökbefogadó vagy örökbefogadható gyerekekkel. Mi a helyzet az örökbefogadható gyerekekkel? Őket ki készíti fel arra, hogy új anyukájuk lesz, új apukájuk lesz, lehet, hogy új testvéreik is lesznek, tehát, hogy megváltozik az a tér, amiben ők vannak, mert adott esetben ez akár trauma is lehet. Igen, ugyanúgy, ahogy a szülőket felkészítjük, és próbáljuk az egész örökbefogadási procedúra alatt felkészíteni és elmesélni nekik nem csak a jó dolgokat, a pozitív dolgokat, hanem a nehézségekre is felkészíteni őket, ugyanígy a gyerekeket is. Ugye kornak megfelelően, hogyha nagyon pici gyerekről beszélünk, pár hónaposról nyilván, hogy nehezebb, de a nagyobb gyerekeknél, és ugye nagyon sok olyan példánk van, ahol már 5-6-7, sőt 10-12 éves gyereket is örökbe fogadtak, annak függvényében, hogy ez a gyerek hol és milyen ellátásban részesül, hogy nevelő szülőnél van, rezidenciális központban, vagy valamelyik távolabbi családtagnál, akkor a kollégák már az örökbefogadhatóságtól foglalkoznak a gyerekkel, úgy a kollégák, mint az a család, vagy az a nevelőszülő is, akinél elhelyezésben van, és próbálja felkészíteni erre, hogy igenis örökbefogadhatóvá vált, és igazi családja lehet. Mit mutat a tapasztalat? Mennyire tudnak egymásra hangolódni a szülők és a gyerekek? Az örökbefogadó szülők és az örökbefogadható gyermekek? Ugye erre is külön procedúra van, tehát nem kerül be egy szülőpár, vagy egy szülő, örökbefogadhatóvá válik, miután bizonyos feltételeket teljesít. És van egy procedúra, amikor először látogathatja a gyereket, megnézheti, elbeszélget vele, megnézheti a jelenlegi helyzetében és környezetében. Utána elviheti, és pár napra engedélyezzük, hogy saját időt töltsön el a gyerekkel, kizárólag csak a gyerekkel. Ott már nincsenek se kollégák, sem hivatásos nevelőszülő, vagy senki a környezetéből. Utána pedig a bíróság, hogyha minden jól megy és jól alakul, és a szülő is, és a szakembereink is úgy látják, hogy tovább mehet ez a procedúra, akkor kérik a gyerek elhelyezését a szülőkhöz, a leendő szülőkhöz, addig, amíg a procedúra jogilag és bíróságilag véget ér. Mit mutat ugyancsak a tapasztalat? Mennyire számít tehernek az örökbefogadó szülőknek, hogy kezdetben folyamatosan ellenőrzik őket, és ilyenkor mennyire mesélnek mondjuk a nehézségekről, mert nyilvánvaló az örömökről, igen, megteszik. Na ez, hogy folyamatosan látogatjuk őket, igen, abban az első periódusban is, amíg örökbefogadható, vagy fogadó szülőkké válnak, addig is látogatják a kollégáink, nem ellenőrzésképpen, még ha lehet
hogy úgy tűnik, vagy úgy gondolják a szülők, de általában a tapasztalat az pozitív. Nagyon sok mondani valójuk van, nagyon nyíltak ezek a szülők, akik eljönnek, elmesélik problémáikat, elmondják, hogy miért szeretnének örökbe fogadni gyereket, nem azért, mert lehet, hogy nincs saját gyerekük, hanem pont azért, mert van egy-kettő, és még szeretnének, két kisfia van, ki szeretnének még egy kislányt, vagy két kislány van, egy fiúcskát, vagy bármi más helyzetben. Nagyon-nagyon jó kapcsolatot alakítanak ki a kollégákkal, és éppen ezért utána is, miután megvan az örökbefogadási procedúra, utána is még van egy 3 hónapos örökbefogadás utáni monitorizálás, amikor én megint azt mondom, hogy nem úgy kell felfogni, és remélem, hogy nem is ez a tapasztalat, hogy ellenőrizzük ezeket a családokat. Igenis, elmennek a kollégák megnézni a gyereknek ugye az új környezetét, azt, hogy hogyan illeszkedett be, és megbeszélik akkor azokat a problémákat is, amelyek esetleg, vagy nehézségek, amelyek felmerültek ebben a periódusban. Miután a gyermek a családba kerül, mennyi idő kell elteljen, hogy az örökbefogadás ténye jogerőre emelkedjen? Ez a bíróságtól függ, de ahogy bekerült a családba, körülbelül 30 napon belül a bíróság az eldönti a végleges örökbefogadást. Úgy tudom, hogy a parlament arról is döntött, hogy az örökbefogadó szülőket is megilleti a 2 év szabadság. Eddig 1 évről szólt a törvény, most még 1 évvel megtoldották, amire valóban szükség lehet, hiszen az összeszokás folyamata az nem egyszerű. Mikortól lép érvénybe, mikortól alkalmazzák ezt a törvényt? Igen, ez a legutolsó törvénymódosítás, amit az idén fogadott el a román parlament. Törvénymódosításunk van. Jelenleg ezt majd a kifizetési ügynökségnél kell érdeklődni, ők azok, akik érvénybe léptetik majd a törvényt. Egyelőre módszertanra várunk, mivel az még nem került kidolgozásra. Hogyan készülhetnek fel az örökbefogadó szülők azokra a kérdésekre, amelyeket lehet, hogy több év múlva fogalmaz majd meg az örökbefogadó gyermekük? Erre is felkészítjük a szülőket, már abban a periódusban, amikor örökbefogadható vagy örökbefogadó szülővé válnak. Felkészítik a kollégák, és mindig elmondják nekik, hogy ez egy természetes folyamat, egy olyan folyamat, amit majd a szülő dönti el, de a gyereknek joga van megtudni, hogy örökbe fogadott a gyerek, örökbe volt fogadva, és ugyanígy készítik fel, hogy a kornak megfelelően is, annak függvényében, hogy mennyire érti meg a gyerek, vagy milyen korban szeretnék ezt majd elmondani, hogyan viszonyuljanak, és hogyan mondják el a gyereknek azt, hogy nem ők a természetes szülők. És végezetül nagyon röviden. Mit mondana azoknak a szülőknek, akik az örökbefogadás tényét titokként kezelik? Én úgy gondolom, hogy nincs most már ilyen szülő. Azok, akik, hogyha az elején, az első felvilágosításra is, kissé, ha el is vannak határozva, és tudják, hogy mit szeretnének, és kissé bátortalanul jönnek hozzánk. Én úgy gondolom, hogy az első 2-3 találkozás után azért nem igazán titkolják ezt a dolgot, mert már annyira el vannak határozva, és annyira szeretnék, és már annyira várják a gyereket, hogy ha lehetne, akkor következő héten, vagy következő találkozáson a gyerekkel az örökbe lépnének ki. Igen, az tény és való, hogy nagyon sokan elmondják, hogy saját családjukban és közvetlen környezetükben is vannak olyanok, akik nem nézik jó szemmel, vagy ahol még mindig tabu téma ez örökbefogadás, de úgy gondolom, hogy most már azért az évek tapasztalatai azt hozzák, hogy bátran merik vállalni a szülők. És fontos hangsúlyozni azt is, hogy sikeres örökbefogadás esetén ezek a családok semmiben nem különböznek a többi családtól. Én köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen én is. Ükanyáink, vagy éppen dédanyáink számára természetes volt a gyógy- és festőnövények ismerete, illetve azok mindennapi használata. A textilféléket, a tojást, vagy éppen a bőrt, mint a festő növényekkel is a megfelelő technika ismeretével varázsolták egyedivé, sajátossá. Velencei Éva kolléganőm ma a gyógy és festő növények, illetve a növényekkel való festés eljárásának titkaiba avat be mindannyiunkat.
A Harangláb Kulturális Egyesület szervezésében létrejövő családi napok minden alkalommal szép számban vonzák az érdeklődőket. Az Egyesület küldetésének tekinti a magyar népi kultúra mindennapi vonatkozásainak életvitelszerű bemutatását, az erdélyi népi hagyományok megőrzését és ezek átadását a fiatal nemzedékeknek. A természetből jövünk, minden embernek szüksége van arra, hogy közel kerüljön a természethez, ott jól érzi magát, megnyugszik. És ugye látjuk azt, hogyha meghirdetünk egy családi napot, milyen igény van rá. És egyre inkább nő azoknak a száma, akik ki akarnak jönni, és egy aktív pihenést eltölteni olyan környezetben, ahol értékes tudást tudnak magukévá tenni. A Csóri Sándor alap támogatásával létrejövő családi napok mindig egy-egy a népi kultúra szerves részét képező tematika köré épülnek. Legutóbbi látogatásunk alkalmával pedig a gyógy és festőnövények varázslatos világába nyerhettünk egy kis betekintést. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy megismerjük a környezetünkben felelhető gyógynövényeket és festőnövényeket, amelyek nagyon sok esetben ugyanarról szólnak, ugyanis nagyon sok olyan gyógynövény van, ami ugyancsak festőnövény. Itt a kertben nagyon sok olyan növény van, ami gyógynövény és festőnövény. Kezdjük például a diófa levéllel, az is egy nagyon jó gyógynövény, vértisztító hatása van, ugyancsak festőnövény, nagyon erős festőnövény. A kutyabenge, az is egy nagyon szép festőnövény, a levele, a kérgefest, és az ugyancsak egy gyógynövény, ami a patikába kapható kis tasakokba. De megemlíthetjük még a tölgyfa levelet, a vörös hagymát, vagy éppen a csalánt, hiszen ezek is mind az otthonaink körül felbukkanó és könnyedén beszerezhető festőnövények palettáját színesítik. Minden olyan növény, amelyben nagyon magas a csertartalom, összehúzó hatása van, azt használják a gyógyászatban, és nekünk is, festőknek is nagyon jó szolgálatot tesz, ugyanis nagyon szép színeket lehet vele elérni, akár pácolás nélkül is. És az nagyon fontos említeni, hogy ezek a festőnövények önmagukban nem képesek megszínezni a textíliát, csak hogyha előtte pácoljuk a fonalat vagy a textilt. Kivételt képez a dió, meg a csertölgy, amelyek nagyon magas a csertartalma, és emiatt nem kell pácolni. A gyűjtés után összeaprított növényeket lassú tűzön főzni kezdjük. Egyes festőnövények esetében ez akár több napig is eltarthat. Amikor a hő hatására kioldódtak a festékanyagok, akkor a bepácolt fonalakat a főzetbe helyezzük, majd szintén alacsony hőfokon fél órán, egy órán keresztül tovább kavargatjuk a főzetet. Természetes színnel természetes anyagot szoktunk festeni. Először vannak az állati eredetűek, a gyapjú és a selyem, utána a növény eredetűek, a len, a kender, a pamut. Ezt egy picit nehezebb festeni, ugyanis fontosak a pácolás, a előtte való a textilnek a felpuhítása, egy kicsit több időt igényel a pamutnak a megfestése. Tartós eredményt akkor érhetünk el, ha az anyagot a festést megelőzően valamilyen fémsó, tímsó, réz vagy vasszulfát oldatba helyezzük. A pácolást követően a textileket, még mielőtt a főzetbe helyeznénk, ajánlott egy kissé átöblíteni. A színnek a tartósága az igazolt, mert nagyon sok olyan növényi festett szőnyeget találtak és őriztek meg, amelyek mai napig nagyon szépen mutatják a színüket. Itt megemlíteném a székely festékes szőnyegeket. A mosásuk pedig egy gyöngédebb mosást igényel, főleg a gyapjú, az forró vizet nem szereti, az összezsugorodik, a selyem se szereti a nagyon forró vizet, az sokkolja az anyagot. Így egy ilyen gyöngédebb kézi mosást ajánlok. Műsorunk a kulturális programajánlóval folytatódik, a részleteket ezúttal is Vince Simó Franciska mondja. Üdvözlöm a nézőket! Ma május 17-én szerdán.
1945-ben ezen a napon jött világra Fodor Ákos költő, a magyar haiku egyik leghíresebb mestere. Valamint 1907-ben szintén ezen a napon született Dzsida Jenő, szatmár németi születésű erdélyi magyar költő is. Ez a kimenő, maradjanak velem a következő percekben. A kóma egy kiszolgáltatott állapot, tehetetlenség, egy helyben toporgás, a szabadság ellentéte. Az ember hajlamos arra, hogy bebörtönözze magát hazugságukba, elképzelt valóságukba, régi traumákba, ismétlődő bántalmazásokba. Hajlamos engedni a kóma állapotnak és tehetetlenül reménykedni a csodákban. De meddig tarthatjuk fogva saját magunk? A Kolozsvári Állami Magyar Színház május 21-i előadásából Nóra történetét ismerhetjük meg. Rendező Botton Nagy. A bolondistók a világot másként látó zseni Petőfi Sándor költeményeinek és Arany János bolondistók című művének ötvözéséből született. Az előadás két pillére épülve első részében a költővé válás szakaszát mutatja be, második részében pedig a Petőfi életútját, élete fontos tartószlopait. A biztonságos otthont, a tündéri szerelmet és az igazi költői elhivatottságot, a hazának szentelt életet és halált jeleníti meg. A Spektrum Színház Bolond Istok című előadását május 23-án délután 5 órától a Borszéki Művelődési Házban tekintheti meg a nagy érdemű. Odüsszeusz, Laertész fia, Ithaka királya. A leleményes, a héroszok hérosza, férfi ideál, apa, férj, politikus, felfedező, filozófus, womanizer és a legjobb diszkoszvető egész Hellászban. Jó parti. Vagy mégsem? Hangzatos címszereplőnk dacára Homérosz eposzát Szabó Székely Ármin és Závada Péter a női sorsokra fókuszálva gondolta újra. Az istennőket, nimfákat, sziréneket most egy másik oldalukról ismerhetjük meg. Pallas Athéné útbaigazításával. Ithaka május 19-én este 7 órától a Marosvásárhelyi Stúdió Színház színpadán. Köszönöm figyelmüket, remélem kimerészkednek a házból, és hagyják, hogy valami érdekes történjen önökkel. Fodor Ákos gondolatait hagyom itt önöknek. A kés, ami nem a vágyakról szól, az a vágyakról hallgat. Vigyázzanak magukra és egymásra, viszontlátásra! A mozaik után perceken belül kezdődik a híradó Lovász Ágotával. Szia Ágota, miről számoltok be ma nézőinknek? Szervusz Barni! Hétfőtől meghatározatlan ideig szünetel az oktatás a romániai iskolákban a pedagógusok sztrájkja miatt. A szakszervezetek azt követően döntöttek az általános sztrájk kirobbantása mellett, hogy ma kudarcba fulladtak a kormánnyal folytatott tárgyalások. Fennáll annak a veszélye, hogy a kialakult helyzet miatt felboruljon a vizsgák menetrendje, fogalmazott a Szabadtanügyi Szakszervezetek Szövetségének vezetője. 7 órakor kezdünk, én számítok figyelmükre. Kedves nézőink, műsorunk végén köszönöm figyelmüket. Holnap is lesz mozaik, így akkor is számítunk majd önökre. Szép estét kívánok, a viszontlátásra!